Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Mai videóban az S600 Drift Taxi motor felújításáról lesz szó. Ez az autó már gyári motorral nagyon-nagyon régóta megy, és igazából olajcserén kívül sok mindent nem kért, viszont megelőző jelleggel úgy gondoltuk, hogy most felújítjuk a motorját. Okozott néhány szép percet így az autó, ezért a timelapse-ezésen kívül sok minden egyebet eddig nem csináltam. Most, ha itt megnézitek, akkor viszonylag csupasz már a blokk, nincsen már rajta szívósor, üzemanyag, híd, trafók, minden lejöttek. Már az elejéről leszettem a oszbordás szíjat is. Hűtő már ugye tegnap kijött, elkezdtem már az olajhűtőnek a csöveit megkeresni. Az ezeknél a merci hűtőknél egy visszatérő probléma, ez ugye az Audira is, ha emlékeztek, ahogy az OM600-at tettük bele, probléma volt, hogy alumínium hűtő, viszont a csatlakozása a csavar acél, és igazából annyira össze szoktak rohadni, hogy nem tudod leszedni, hanem tulajdonképpen csak a menetet nyalod le az alumíniumról, és azért meg sem próbálom itt a hűtőről leszedni, hanem megpróbálom megkeresni, hogy hol csatlakozik a blokkra az olaj cső, és akkor ott megbontani a dolgot. Ezen kívül azt hiszem, legalábbis nagyon remélem, hogy már sok minden nincsen hátra ahhoz, hogy a blokk végre el tudja hagyni az autót. Biztos vagyok benne, hogy itt hátul van még egy-két apróság, ami meg fog viccelni, de most már szinte akár tágasnak is mondhatnánk itt a motorteret, már a generátorról, meg az önindítóról is lekötöttem az elektromos csatlakozásokat, szóval az sincsen ott, illetve a kipufogót is leszettem már, mindjárt fölemelem és akkor megnézzük alulról. Szóval itt van mögötte a kipufogó már darabokban, azért ez meglehetősen nagy szívás volt leszedni, ugye, ahogy látjátok, viszonylag sok darabból áll össze, és a toldásoknál így egymásba vannak csúsztatva tulajdonképpen, és azok annyira össze voltak gyógyulva, itt is van egy, ez szét se jött tulajdonképpen. És mivel ott nem jött szét, tök nehéz volt kifűzni ez a része, főleg az autó menetirány szerinti bal oldalánál, mert a kormánymű ott van, ugye jobb oldalt viszonylag könnyen kijött, mert ott nem volt plusz zavarónak a kormánymű, ott egész jól volt helye. De tényleg az összes csavar tulajdonképpen fele volt rohadva, nyilván ugye ez egy ilyen idős autónál, kipufogó csavaroknál folyamatosan kapják a hőt, ez kevésbé meglepő. Volt oldalanként fogja 4 csavar a leömlőre tulajdonképpen a rendszer elejét, abból a 8 darabból 4-et le kellett vágnom, úgyhogy igazából sok hely nincsen odaférni hozzájuk, szóval ez tényleg igazán jó buli volt. Itt van már alatt a kardán is, azt is leszettem. Szóval így, hát pont nem látszik semmi ebben a nagy sötétségben, de igazából így a nagy része már lejött a dolgoknak. Most itt ezen a részen próbálom kigobozni, hogy az olajcső az hol megy hátra, és szerintem nagyjából az lesz az utolsó dolgok egyike, ami itt az autóhoz köti. Na, frissebb üdén és kipihenten itt vagyunk Rolanddal, előkészítettük a dolgokat a motor kiszedéshez. Beszereztünk egy új kiegészítőt, eddig ilyenünk nem volt, és gondoltuk, hogy ideje fejleszteni az eszközparkot egy ilyennel. Ugye az emelő majd a váltó megtartásához kell alul, aztán megnézzük, hogy mennyire adja magát nehezen. Eddig erős volt az autó, de sajnos most már csak én vagyok itt, hogy esetleg hajtást biztosítsak neki, mert hál' Istennek viszonylag egyszerűen a motort eltávolítottuk belőle. Szia, Anti! Mi csak jött bámészkodni Rolanddal, végeztük a munka kemény részét, és akkor láthatjátok itt, hogy azért a motortartóbakok annyira nincsenek jó állapotban, lehet, hogy azért abból talán veszünk újat, meg itt egy kis takarítást végzünk majd, de így, hogy már nincs benne a motor, kimászok, hogy ne essek hanyatt, igyekszem.
Szóval így, hogy már nincs benne a motor, szépen tudunk tevékenykedni, de a következő lépés az lesz, hogy szétszedjük a motort is valamennyire látjuk, szóval lejön róla a váltókezdésnek, aztán elkezdem lebontani az aprólékokat róla, és jön le a hengerfej, hogy tudja menni a gépműhelybe, hogy haladjunk vele, illetve hogyha már le van szedve a váltó, akkor a kuplunggal is foglalkozunk, mert mondta Oliver, hogy ez egy visszatérő probléma, hogy megcsúszik, nyilván nem bírja ezt a teljesítményt, és sokszor kell rúgdosni a kuplungot, mivel nincsen egy kormányszög, és akkor ezzel tud korrigálni tulajdonképpen beforgás ellen, és akkor már csináltatunk egy kuplungot is rá, hogyha le van szedve. Ahogy látjátok itt mögöttem a blokkot, előkészítettem a takarításra, visszatettem rá a szívósort, illetve betömtem minden nyílást, ahova nem célszerű, hogyha víz kerül, illetve kihoztam a váltót is, mert az sincsen túl fényes állapotban, közel sincs a blokk szintjén, koszosságát tekintve, de úgy gondoltam, hogyha már takarítok, akkor az sem maradt ki, leszettem már a generátort, meg az egyéb kiszolgáló dolgokat, így a sallangokat a motorról, hogy jobban hozzáférjek tulajdonképpen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire kell kapargatni, illetve szenvedni vele. Korábban már, mikor a C600 motorját újítottuk fel, akkor akrával takarítottuk a dolgokat, és egyébként elég hatékony volt, most is ezt fogom használni, illetve mellette a jó öreg parkside-os gőzborotvát is bevetem. Nyilván óvatosan, hogyha az általam betömött lyukat, például itt a szívószort nem fogom egyébként takarítani, mert ugye a hengerfej az le lesz szedve külön az gépműhelybe, úgyis eltakarítják, szóval igazából csak a blokk, ami számunkra lényeges, meg a szívósort azt majd eltakarítom, hogyha le van szedve. Szóval igazából tényleg a motornak az alját kell most takarítani. Hát tökéletestől még jócskán odébb vagyunk, nem igazán mondható, hogy elégedett vagyok az eredménnyel, de sajnos igazából sokkal előjébb már nem jutottam. Nyilván nagyon drasztikus a különbség, mert igazából a blokknak a színét se lehetett látni, de azért itt van még bőven hely, ahol ezek igazából, nem is tudom, ez már nem olaj, de vagy ha igen, akkor ilyen ráégett, szóval azért elég durva. Hengerfejjel ugye, meg a szelep fedéllel, szívósorral nem foglalkoztam, azt majd, hogyha szétjött az autó. Itt az elején azért tényleg itt is elég jelentős az előrelépés, például az olajszűrőházat, ha megnézzük, akkor ezen is még látszik, de azt is majd külön leszedem még, és akkor foglalkozok azzal is. És akkor most következik a szétszedés, most a szívósort igazából, hogy sok pár csavarral tettem rá, hogy ne folyjon be a víz. Leszedem, és akkor ha elvittem a gép műhelybe a hengerfejeket, ugye ami következő lépés, akkor lesz még idén a blokk tisztaságával foglalkozni egy kicsit. De mellett közben itt félig rám sötétedett, de lent vannak a hengerfejek itt mögöttem. Megcsupaszult egy picit a blokk, itt látjuk ezt a gyönyörű szép V12-t így lecsupaszítva. Még megpróbálom takarítást ugye folytatni, ahogy említettem korábban, de itt középen látni, hogy azért ide esett be kosz rendesen, de nyilván ugye takarítani nem tudtam, amíg a hengerfej a helyén volt. Mindjárt visszateszem rá a vezérműtengelyeket, mert azt is elviszem a gépműhelybe, hogy megnézzék, hogy minden rendben van-e velük. És igazából innentől egyenlőre a mi részünk, illetve az én részem a motor szempontjából kész van, nyilván még a takarítást, meg az alkatrészrendelést azt intézem, amíg a gépműhelyben készül a hengerfej, de amíg nem jön vissza, ugye addig nem sok mindent tudok kezdeni a motorral, szóval várom, hogy visszakerüljön hozzám. A
A Szakálmetál webshopban van egy akció, amikor, hogyha 5000 forint fölött vásároltak és beírjátok az Oliveromon kuponkódot, akkor kaptok egy nagyon frankó ilyen kis egérpadot, és hogyha 15000 forint fölött vásároltok, akkor meg egy ilyen Yarisos Ámon Olivéres kollabos pólót kaphattok. Szóval a Szakálmetál webshop, Oliveromon kuponkód a kicsekkolásnál. Egy hónapja kezdtem nagyjából ezt a bálna szétszedős bálnás videót, el van takarítva már a motortér, az autó az ott szomorkodik, várja, hogy visszakapassa a motort végre. És hát nem mondom, hogy nem várom, hogy kész legyen már, de az, hogy haladni kelljen vele, az egy pici feszültség bennem, hogy mit nem mondjak, mert itt mögöttem ez a szép nagy kupac Lego azért nem feltétlenül nyugodtsággal tölti el a szívemet, de nyilván csinálni kell odafigyelve, és akkor nem lesz ez semmi probléma. A Szakálmetáltól rendeltünk tömítéskészletet. Igazából kicsit nehézkes volt, mert az alsó tömítéskészlet az elérhető volt, viszont mikor rendeltem volna, mert néztem, hogy van teljes tömítéskészlet is, ami nyilván egy egyszerű dolog, mert akkor egy dologból, vagy egy rendeléssel igazából megvan minden, nem kell külön cikkszámozni, meg ilyesmi. De mivel elérhető volt azonnal, nem rendeltem meg, és mikor haladtak a dolgok, visszajött a hengerfej, tényleg itt a hengerfej is már a gépműhelyből visszatért. Hál' Istennek jó állapotban volt, a szelepszár szimmeringeket kellett cserélni, meg az volt igazából bakelit keménységű, de ezen kívül az ég egyadta világon semmi baja nem volt a hengerfejnek. Szóval, mikor visszajött a gépműhelyből a hengerfej, akkor leültem nagy lendülettel, hogy a Szakától megrendelem a teljes tömítéskészletet, és igen nagy koppanás volt, hogy nem volt elérhető. Ezért maradtam az alsó tömítéskészletbe, mert ezek szerint a felső tömítéskészlet, ami egy hiányos dolog, és akkor az pedig nyilván ugye, aki csavarok külön, meg akkor így a részeit kénytelen voltam külön kicikszámozni. A tömítések azt mondom, hogy 90%-a egy-két dolog volt, ami sajnos nem rendelhető, arra még azóta sem sikerült megoldást találni, de aktívan foglalkozom ezzel is, de a lényeg az, hogy végre odáig jutottam el, hogy itt van a motortartó állványon a blokk. Ahogy látjátok, már nincs rajta az olajteknő, de egyébként elő van készítve. Már egy dolgot megcsináltam itt, amiről nem készült még videó, hogy a hátsó főtengely szimeringet kicseréltem, mielőtt megy vissza az olajteknő, és akkor az lesz most a következő lépés, hogy az olajteknőt hozom ide szépen, és az új tömítéssel fölteszem. Egy ilyen szép figyelmeztetés itt a hengerfej tömítése, hogy cseréljél csavart. Magyarul egyszer használhatósak a csavarok, és itt is vannak szépen, de szikszám szerint ugye nem egyeznek a tömítések két oldal hengerfejre, és nyilván ennek tudatában kell összerakni, de szerintem így meg is vagyunk így van látni is, hogy mi a különbség a kettő között. Egyik felének így a felső része, nem tudom mennyire látjátok, itt egy picit van benne egy ilyen villás rész, a másik pedig tök egyenes, és ezt illeszkedik a blokkhoz is. Letakarítottam már a blokkot is és a hengerfejet, szóval a következő lépés, hogy a helyére illesztem a hengerfej tömítést, igyekszem nem szétkaristolni, és snitzerrel ütötve gondolok ki, viszonylag fontos, hogy sérülésmentesen kerüljön bele a tömítés. Persze fontos az is, ugye, hogy tiszta legyen a kezünk is, hogyha már letakarítottam a hengerfejet, illetve a blokkot, akkor célszerű nem olajos kesztyűvel rátenni a tömítést, és akkor még működhet is akár. Van kettő, hát az egyik az prezon, a másik pedig egy ilyen pozícionáló csap, azt ide szépen a helyére tettem. De most még írják is, hogy minden adatot a hengerfej lehúzásod itt magadnak, a sorrendet, hogy milyen sorrendben húznak a csavarokat, és azt is, hogy milyen tömítésekben, illetve hogyan húz le. Ez kifejezetten pozitív, nem kell külön keresgélni esetleg, hogyha nem tudod, hanem látod innen is. És
És a motortartóban most kezdi egyre jobban érezni magát. Vagyis, hogy ez a motorszerelő állvány kezd kapni súlyt. Szépen illeszkedik mindenhol. Mindenhol illeszkedik szépen a tömítés. Nagyon fontos dolog, hogy alátétet nem adtak újat a csavarokhoz. Ezt a régiektől kell átfoszolni, mert nyilván kihagyni nem lehet, ez viszonylag. Viszonylag fontos része a dolognak. Ez egy érdekes dolog, most azt nézem, hogy szétszedésén nem emlékszem, de sanszos, hogy a vezérmű tengelyt, illetve a lefogatók nem voltak rajta, mert az alátét ugye a vezérmű tengely lefogatón nem megy át igazából. Beszéltem közben Magyar Tomival, és azt mondta, hogy itt át kéne mennie ugye az alátétnek, ezt mondtam, hogy elvileg gyári alátét, mert ugye ez egy bontatlan motor volt, de hogy itt a csavarfej átmegy szépen, de az alátétet nem tudtam átszedni, meg amúgy amiket néztem videó YouTube-on, azon is az volt, hogy a vesztengely nem volt még a helyén, és úgy tették be a hengerfej csavarokat. Mindegy, lényeg az, hogy bepakoltam szépen, leszedtem a kis fedeleket, bepakoltam alá a csavarokat, és azóta már visszahúztam nyomatékra, és hogy csúly, amit az előbb mondtam, itt már közben megnéztük amúgy az előbb Rolanda, hogy itt van ez a kartergáz kivezető, illetve szellőztetés, és ez pedig a hengerfejbe így furcsa, hogy egy ilyen kis kamrába itt összegyűjti, itt van a járat, összegyűjti, és akkor így vezeti ki, és ezt is be kell tenni, ugye egyrészt ettől az okoskeréktől nem fér ide, hogyha nem emeled föl a vesztengelyt, nem tudod betenni, meg ugye ennek a csavarjával rögzített, szóval ezt ide be kellett tenni szépen, különben, hogyha ezt most nem teszed meg, akkor plusz munkát csináltál magadnak, ez egyelőre az egyik olyan dolog, amire mindenképpen érdemes odafigyelni. Szóval igen, ahogy látjátok, az egyik fele megvan a hengerfejnek a kartergáz kivezetés, az gyárilag úgy van amúgy, hogy itt jön a cső, itt van egy kis PCV, hát kicsi PCV szelep, igen, és akkor egy tével itt elosztja, ezt mi annyiban fogjuk változtatni, hogy itt egy csővel kijövünk, tével elosztjuk, és bevisszük egy kartergáz lecsapatóba, és a lecsapatóból fogjuk visszavezetni a pillangóba, mert gyárilag is ugye a pillangóhoz van visszavezetve, csak annyi, hogy PCV helyett egy lecsapatót iktatunk a rendszerbe. De hogyha fönt van a hengerfej, ahhoz is még tök simán hozzá lehet majd férni. Lehúzom most nyomatékra a hengerfej csavarokat, mielőtt még elfelejtem, ez viszonylag fontos része. Feltettem a vezérlés burkolatot, most így vezérlés nélkül még meg a tárcsát, hogy meg tudjam nézni. Itt van ugye az OT jelölés rajta, és ehhez megnéztem, mielőtt a hengerfejet feltettem, hogy valóban az egyes henger az felső holdponton van. Letöröltem ezt, még a hengerfejet is gyorsan megtörlöm még egyszer, és akkor jön ide is a tömítés, és teszem fel a hengerfejet. Ugyanaz a játék lesz, mint a másik oldalon, szóval erről csak egy timelapse-t fogtok látni. Ha nem történik valaminek probléma, de bízunk benne, hogy ilyen nem lesz. Ahogy láthatjátok, itt mellettem már egy picit előre haladottabb állapotban van a blokk, mint ahogy a legutóbbi vágóképeken láthattátok, mert akkor a hengerfejet húztam le éppen, és azóta rajta vannak a leömlők, ez igazából semmi extra. Rajta van főtengely szítárcsa, a vezérlés burkolat alsó része, az olajszűrőház, és ezen a felén is a leömlők. És ami a legfontosabb, és ami miatt nem is videóztam, mert nagyon fontos része, a vezérlést is a helyére tettem, beállítottam. Azóta ellenőriztem, és nem szeretném elkiabálni, de egyelőre úgy néz ki, hogy sikerült jól összerakni a vezérlést, nyilván majd egy komplexiómérés is lesz, az lesz a végső
visszacsatolás azzal kapcsolatban, hogy sikerült jól megcsinálni, de egyébként körbeforgatva ugyanúgy mindegyik, mind a négy vezérműtengely visszakerül jelre, szóval hál' Istennek ez egy elég biztató kezdet. Amiket most csináltam, arról se sok nyersanyagot készítettem, mert annyira sietek, meg annyira figyelnem kell mindenre, hogy sajnos a kamerázás az elmaradt. Csináltam egy pár vágóképet, hogy lássátok, hogy mi a helyzet, de lényegében az összes sallang fönt van a motoron, föltettem a hozbordás szíjat, gyújtáselosztók a helyén vannak, vízpumpa a helyén van, mindjárt teszem föl a szelepfedelet, most már annyira nem kapkodok, meg nem sietek, szóval erről fogok csinálni szépen vágóképet nektek. Illetve egy nagyon fontos dolog van még, hogy az olajszűrőháznál csatlakoztatni kell az olajhűtőt. Most már tényleg készen áll a motor, hogy menjen be az autóra. Leszedem végre a motortartó állványról. Előkészítettem már itt a kartergáz kivezetést, amit ugye mondtam tegnap is, szenzorokat betettem ide középre, két kopogás szenzort, ezt elfelejtettem, szóval vissza kellett szedni a szívósornak ezt a ferde részét. Betettem, meg itt van a két jeladó, ugye, ami a lentkerék pozícióját nézi, és azon kívül a generátor, nem, már tegnap fönt volt a generátor, más nem is történt, azt hiszem, de a szervószivattyúnak a tartája az itt csücsül szépen fönt, azt beraktam, a csövet is megcsináltam, és tegnaphoz képest igazából ennyi változás történt, szóval felakasztom láncra a motort, leszedem az állványról, hogy föl tudjon kerülni a lentkerék kuplung, és a váltó is, aztán gurítjuk be a műhelybe szépen a gyönyörűséget, ott méltatlanul várakozik, de már nem sokáig kell ott szomorkodnia, hozzuk be a műhelybe és lógatjuk be a motort, aztán gyorsan befejezem a maradékot, és remélem, hogy hamarosan indulhat is az autó. Hirtelen lett mögöttem egy autó, meg hirtelen sötét lett odakint. Fél hét van, szóval annyira nem haladok fényesen, vagyis hogy haladunk fényesen a dolgokkal, de a lendületem ez, hogy a lendületből nem vesz el, szépen ott lóg a motor, hogy végre bekerüljön, ellenőriztünk mindent, és úgy néz ki, hogy nem felejtettünk ki semmit, bízom benne, hogy ez közben sem fog változni. Kifele azért maga ugye a motor kiemelés, az hál' Istennek elég könnyedén ment, bízom benne, hogy visszafele is ilyen könnyen fogja adni magát, szóval nézzük is, mennyire tudunk gyorsan dolgozni. Egy újabb bizonyíték arra, hogy már kicsit fáradt vagyok és szét vagyok esve, hogy láthatátok az előző felvételen, hogy beindult az autó, viszont timelapse volt, és ezért valószínűleg, amit korábban csináltunk Antival felvételt, azon se lesz hang, mert ez már tegnap óta így van. Lényeg az, hogy jár az autó, töltöttünk bele egy pici olajat most, mert nyilván, hogy átjáratta olajszűrő, olajhűtő. Nem picit kell tölteni bele, jó. Szóval először, ahogy beindítottuk, nem volt alapjárat és gázra is befulladt, de akkor még a légtömegmérő nem volt rádugva, nem volt ennyire se összerakva. Ahogy azt ráraktuk, hál' Istennek csak amiatt tisztizett. Ahogy látom, nem folyik semmi Roland arcából, ezt így leolvastam. Na, a benzin van alatt. A benzin, ami a tényleg, hát... A végén össze kell majd foglalni, de hogy itt annyi minden történt, ami úgy szivatott minket, hogy itt van az üzemanyag nyomás szabályzó, és a vákumrendszerre rá van kötve, hogy ez vákummal vezérli az üzemanyag nyomást. És az volt a furcsa, hogy Roland itt a folytószelepet csavarozta fel a szívósorra, és furán benzinszag volt, és folyt a benzin a szívósorból, ami nem egy egészséges dolog, és sikerült rájönni viszonylag hamar, hál' Istennek, hogy a
membrán átszakadt az üzemanyag nyomás szabályzóban, ezért a vákuumrendszerbe szépen dolgozta be az üzemanyagot, és ez itt a szívósorban megjelent nekünk. Utána leszedtük a csavarokat, kifújtam, és konkrétan folyt a benzin belőle, szóval az, hogyha első indításnál így sikerült volna beindítani, hogy ez a benzin ott van a szívósorban, akkor valószínűleg igazán boldog lett volna a motor. Hát a légtömegmérő miatt nem tudott volna beindulni. Hát igaz, mondjuk ez nem lett volna ilyen nagy probléma. Mindegy, lényeg az, hogy kiszellőztettük meg, kifújtuk egy kicsit, és így tök szépen indult. És őszintén nagy megkönnyebbülés, hogy beindult, és szépen jár egyébként. Nyilván a következő az, hogy összerakjuk a hűtőt, és megmelegítjük, légtelenítjük a hűtőrendszert, de ez már végre egy pozitívum, hogy jár a motor. Szeretném mondani valamit, Roland? Van semmit. Miért? Még mondani. Van víz az autó alatt. Ajaj, viszont fagyáló is folyik oda. Ja, mert mellé öntötted, akkor jó. Igen, egy kicsit. Így már egész autó formája van, még egy zárhíd, ami nincsen föltéve, de azon kívül visszatértünk ez a szokásos enyhén kitöltött motortérhez, még ennek nincs meg a helye a lecsapató, meg ugye vissza kell vezessük, amit így könnyű lesz betenni alulra. Mindjárt elé is öntöd, úgy megörültél neki. Na mindegy. Szóval a visszavezetését még a folytószelepbe alulról be kell kötni. Felemeljük. De ez majd holnap reggel problémája lesz. Most annyit szeretnék még csinálni, hogy átjáratjuk úgy, hogy van már rajta hűtő, hogy ennyivel előrébb legyünk, szóval beindítjuk, közben összerakjuk majd az árhidat vissza a helyére, hogy stabilan álljon a hűtő, ne így lifegjen, aztán megyünk pihenünk egy kicsit, hogy reggel megoldjuk a generátor problémát, megoldjuk a szervó problémát, még kell egy liter szervóolaj, és milyen problémát kell megoldani. Nagyjából ennyi. Egyelőre jónak tűnik, igen, mindegy. A probléma csak a generátor, hogy nincs töltés. Hát meg, hogy a szervó nem sikerült még eddig megetetni olajjal, de... Na mindegy, szóval megmelegítjük, aztán a többivel meg holnap folytatjuk. Amint látjátok, a helyzet nem túl rózsás. Tegnap szerintem az volt az utolsó dolog, amit Rolanddal volt erőnk videózni, Hogy beindult, és egyébként szépen is jár, hál' Istennek az autó, viszont ahogy feltöltöttük hűtővízzel, akkor hát elment a kedvünk a videózásra, amit a hengerfej hátuljában, ahol látjátok, hogy könnyékig turkálok, ömlött a fagyáló. Sajnos nem túlzás az, hogy ömlött, mert a folyt az nem ilyen, és egy ógyűrű szivatott meg minket. Itt hátul a két hengerfej hátsó részét összeköti egy vízcső, és az ezen lévő ógyűrű sajnos rossz állapotban volt, és ezért úgy döntött, hogy nem fog tömíteni. Azért nem cseréltem ki, mert ez nem rendelhető dolog, és mikor szembesültem vele, hogy nincsen ilyenem, akkor teljesen bepánikoltam, de hogy így, mivel nem volt rendelhető, ezért nem rendeltem, bíztam benne, hogy jó lesz, de nem lett jó. És azóta pedig egy sima méret alapján kerestünk ógyűrűt, mert ugye cikkszámban nem rendelhető, ezért a lehető legjobb megoldást igyekeztük megtalálni, bízunk benne, hogy ez sikerült is. És az a szomorú ebben, hogyha összerakjuk és újra feltöltjük hűtővízzel, csak akkor fog kiderülni, hogy sikerült-e, de bizakodóak vagyunk. Mert hogyha ez nem jön össze, akkor motort kell cserélni ma az autóban, amit nem szeretne a testünk. Nincsen! Újra jár a bálna. Picit meg kell, hogy melegítsük, hogy lássuk, hogy folyik-e ott hátul. Bízunk a legjobbakban. Roland már nem bír magával, hogy hihetetlen. Szia, Anti! Annyira belejöttél a 140-esből, hogy elkezdesz még egyet csinálni? Hát, unatkoztam, aztán elkezdtem bontani. Figyelj, most már nem pánikolok. Azon már túl vagyunk? Túl vagy már mindenem. Mi történik, mesél? Az AC az csak 11 órára jön meg, amit rendelni tudunk, ezért
leszedjük egy működő autóról, mivel ez dupla AC és gépjármű, sajnos csak az egyik megy, ahogy Oliver ment próbakört vele, mondta, hogy olyan, mint én, egy kicsit erőtlen, ezért elkezdtünk keresgélni. Erőtlen, de szórakoztató? Ezt tőle kérdezd meg. Szóval az egyik AC nem megy a kettőből, és így a fele teljesítményünk van nagyjából. Most már nem az autó alatt fekszek, most már az autó alatt állok. Ahogy látjátok, itt is sarag a benzin, ugye onnan kiszedtük a két AC-t, de úgy kompletten átvettük üzemanyag szűrővel együtt, és nem oldotta meg a problémát, szóval a második próbálkozásunk. Ott Roland bontja kifele a két darab új AC-nkat és az új darab, az új üzemanyag szűrőt. Szóval ez lesz a második próbálkozás. Bízunk benne nagyon, hogy ez most már megoldja a problémát. Péntek 11 óra van, és nagyjából két órája a Hungexpon kéne lennünk a standunkon, de még itt csorgatjuk a benzint. Nagyon szerencsénk van, péntek 13-ra kiérünk. Ez az én fejembe is megfordult, csak rangonal úgynak éreztem. Hát, jól érezted, de Roland úgy látszik nem érezte annak. Szomorú vagyok egy kicsit. Hozzátett a naphoz, meg van nem. Nem. Nem oldotta meg az AC, hogy szerinted légtömegmérő lehet-e? Hogy erőtlen tőle. Akkor a következő, hogy nem mi? Gondolom. Nem gondolom, hogy attól. Oda jutottunk, még nem szeretném elkiabálni, szóval inkább nem mondok semmit. Várjuk meg a tesztkört. Így van, megyünk egy tesztkört. Már sokszor gondoltuk, hogy célba értünk. Nem gáltasd meg! Hello, hello, karszalag! Várjál, Misa! Megjöttünk! Várjál, mert még most ez egy padló volt. Egy. Szurcé! A videó vége felé egy picit elveszítettük a fonalat, mert volt bőven problémánk. Pénteken, amikor már az AMT-sre kellett volna kimenjünk, aznap reggel ült bele Oliver, és akkor állapította meg, hogy nagyjából fele olyan teljesítményt tud produkálni az autó, és akkor kezdődött egy nagyon komoly hibakeresés, hogy mi lehet az oka. Először cseréltünk AC-t, mert ugye kettő van benne, az rendszeresen meg szokott pusztulni benne. Sajnos nem oldotta meg a problémát, és akkor kezdtük keresgélni. Nagy nehezen sikerült találni egy diaggépet, ami tudja ezt a régi fajta motorvezérlőt kezelni, és egy egész napos szívás után sikerült megtalálni, nem emlékszem már pontosan, de azt hiszem, hogy, hogy a pillangószerep úgy van, hogy ugye Bovdennel húzza az egyik oldali pillangószerepét, és azt pedig elektromosan vezérel át a másikra, és ebbe az elektromos vezérlésbe volt probléma. Az autó sikeresen teljesítette az AMTS-t, és már jóval utána vagyunk, visszajött szépen a helyére, itt pihenget, csak akkor a rohanás volt az AMTS körüli napokban, hogy el lett felejtve, és akkor most csinál meg így utólag a lekonfot a videóhoz. Szóval remélem, hogy tetszett a videó, örülök, hogy itt voltatok velem a felújításba, a következő videóban pedig találkozunk.